Helyben és fejben címmel audiovizuális emlékgyűjtést végeztek a Grassalkovics Antal gyakorlatközpontú szakiskola és szakközépiskola diákjai 4 megye határán. Az elmúlt másfél évben 20-40 perces interjúkat, riportokat készítettek a helytörténeti események felkutatása és bemutatása céljából, amelyhez egy országos program keretében 10 millió forintos TÁMOP pályázati forrást sikerült elnyernie az intézménynek. A pályázatban mi azt szerettük volna elérni, hogy 50 interjút készítsünk olyan élő emlékekről, amelyet idősebbek megélt 89 előtti saját élményeik alapján fel tudunk dolgozni. Aztán a pályázat benyújtása során kiderült, hogy ez 75 lesz, ez az interjú, nekünk föl kell vennünk és le kell gyártanunk. Ezekről az elkészült interjúban most 68-at adtunk át a helyi könyvtár részére. A pályázaton elnyert összegből vásárolt technikai eszközök, szoftverek a jövőben is gazdagítják a város középiskolásainak tudását. Ennek érdekében az intézmény újszerű kezdeményezést indít. Nagyon-nagyon szeretném, ha tudnánk folytatni ezt a projektet olyan szinten, hogy kiterjesztjük az iskolánkon kívülre. És itt örömmel vettem, hogy a helyi könyvtár ennek helyet tudna biztosítani. Az őszi szünet után szeretnénk egy szakkört hirdetni együtt a könyvtárral, ahol azt a tudást, hogyan kell egy interjút fölvenni, hogyan kell beállítani egy kamerát, hogyan kell megvilágítással segíteni azon, hogy ez megfelelő képi anyag is szülessen belőle, utána pedig az elkészült anyagból hogyan kell kivágni az oda nem illő részeket, mint technikai tudás, másrészt pedig a helyismereti tudás, a társadalmi ismereti tudás, ami ezzel együtt jár, erre vonatkozóan egy szakkört szerveznénk a helyi középiskolásoknak, esetleg felsőtagozatosoknak, és bízom benne, hogy folyamatosan tud bővülni. A 68 interjút tartalmazó DVD gyűjteményből a Terrorháza fenntartójához is eljuttattak egy sorozatot, ahol a szakemberek feldolgozzák a történelmi és helytörténeti jelentőséggel bíró információkat. A riportanyagok egy része ezt követően az interneten is elérhető és kutatható lesz a történészek számára. A 60-iak az Ady Endre Városi Könyvtár helytörténeti gyűjteményében tanulmányozhatják az elkészült filmeket.